jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. 70 esztendős az Albarégia Táncegyesület, illetve táncegyüttes, és azt gondolom, hogy ez a 7 évtized bebizonyította, hogy a népi kultúra melegágya és otthona Székesfehérvár, és ebben nagyon sok ember segített, kezdve Bogárdi Lajostól egészen napjainkig. Ebben a beszélgetés sorozatban pedig arra teszünk kísérletet, hogy meghatározó személyiségek, remek néptáncosok, egykori és jelenlegi néptáncosok mondják el, hogy mi minden történt az ő idejükben, mit tette az Albarégia Táncegyüttest országszerte híressé és elismerté Európában, illetve a világon mindenütt. Amíg parázs van, addig tűz is lesz, ezt nem mást mondta, mint Hán Kakas István, aki a vendégem, a Székesfehérvár népszerű öcsie. Szervusz, tisztelettel köszöntelek. No, hát akkor indulhatunk úgy, hogy 40 esztendővel ezelőtt mit gondolt egy alsó tagozatos kis fiú a Velinszkiben? 40 évvel ezelőtt? Hát most már 41, mert holnap leszek éppen 49 éves. Hát eltöltöttem az együttesbe elég hosszú időt, mert 12 éves koromtól voltam egyébként az Albarégia Táncegyüttes utánpótlásában, de hogy még egy kicsit visszamenjek, tehát igazából aki elültette bennem ezt a gondolatot, hogy nekem ezt kell csinálnom, az először is a család. Ottan elsősorban az édesanyám volt az, aki mondta, hogy bármilyen szakkör, ami néptánc és népzene, vagy egyáltalán ilyen zenés szakkör, énekkar, arra próbáljam magamat beilleszteni. Hát ő volt az első, aki ezt elültette nálam, és igazából aki talán megszerettette először velem, illetve velünk a táncos barátaimmal, az Kovács József Dodi volt, aki hát itt Fehérváron az Albarégia Táncegyüttesnél, az akkori Fehér megyei népegyüttesnél nevelkedett, és osztopos tagja volt nagyon hosszú ideig. Hát ő volt az, aki általános iskolában összeszedegetett bennünket, fiatal kis suhancokat, és hát gyakorlatilag 8 évesen többi barátommal együtt elkezdett velünk foglalkozni. A Kovács Dodiról egyébként róla is beszélgettünk Majoros Bandival, hiszen ez ti az a csapat voltatok, akik aztán később kerültetek az Albarégia Táncegyüttesbe. Mit lehetett megtanulni Doditól, aki egyébként egy rendkívül sikeres táncos volt, de ahogy most kiderül a szavaitokból, egy remek pedagógus is. Igen, nehéz azt mondani, hogy mi az, amiben megszeretett bennünket. Hát először is teljesen más volt akkor fiatalnak lenni, mint ma. Tehát akkor ugye a számítógép, a telefon, ezek nem voltak, tévéadások, hogy otthon ültünk volna, tehát mindig akartunk valamiféle közegbe, valamiféle közösségbe tartozni, és erre jó volt pont ez a néptánc csoport. Az, hogy a Dodi így össze tudott bennünket szedni, bizonyára példamutató is volt velünk szemben, de nem tudom, minden mondattával, minden gondolattával, minden érzékével úgy tudott, fel tudtunk rá nézni, az, az igazság. Tehát így konkrétan nem tudom megfogalmazni, hogy mi az, amitől mindegyünk aztán ment oda, de végül is mindegyünk még a pályáján is. Mikor derült ki, hogy tehetséges vagy? Mert hogy tehetségesnek mondhatunk. Igen, sokan mondták. Aztán ugye később pedig befutottad azt a pályát, amire hivatott. Igen, ez... Nem tudom, hogy mitől voltam ilyen tehetséges, biztos ilyen génekkel vagyok beállva. Azt mondta anyukám, hogy édesapám az egy ilyen jó mulatos ember volt, szerette az italt is sajnos, és ő például néha az asztalra is fölpattant, és akkor ott neki járt táncolni. Tehát egy ilyen típusú ember, hogy én esetleg ilyen géneket örököltem, ha nem tudom. De az tény, hogy valamilyen módon érdekelt is a dolog, és valahogy hogy fogásom volt rá. Talán ez a 11-12 éves korom volt az, amikor ezt mondották nekem is, hogy egyre jobban próbálták elültetni bennem, hogy tehetséges vagyok, többet kellene foglalkoznom. És hát a régi néptánctáborok nagyon sok, nagyon jó néptánctábor volt. Az egyik ilyen, és talán a legjobb a Megyei Művöldési Központ által szervezett bodajki táborok, amit ugye a Botos Jóska, Béci és a Kovács Gyuri, ugye ő volt akkor a művöldesház igazgatója, tehát az ő szervezésükbe mentek ezek a táborok. Én itt jelentem meg, itt találkoztam én velük, és itt volt először arra lehetőség, vagy hát legalábbis mondták, hogy vagyunk olyan tehetségesek, nem csak jó magam, többi táncostársam is, hogy hát nekünk nem az iskolai csoportba kellene csak részt vennünk, hanem van erre nagyobb lehetőség is, és egy komolyabb lehetőség a Fejér megyei népegyüttes. De legendás korosztály volt a tiétek. Igen. Egyébként te szorgalmas is voltál? Azt tudjuk, hogy tehetséges voltál, szorgalmas is? Igen, tánc sokkal inkább szorgalmasabb voltam, mint az iskolában.
Igazából minden időnket ezt tette ki, ha most így visszagondolok, akkor nem is volt olyan nap, hogy egy idő után már, hogy ne táncoltunk van. Tehát 12 évesen, ahogy bekerültünk az Alberige Táncszerítés, Fejérmegye Népegyüttesnek az utánpótlásába, onnan jártunk két próbát az iskolai próbára, és két próbát az Albergiához próbára, és akkor, hogyha esetleg volt valami egyéb program, akkor azon is részt vettünk, táncházak, egyebek, ilyesmik, akkor két hetente voltak ezek a táncházak. Nagyon jó táncházak ráadásul. Tehát ilyen, mondhatom azt, hogy heti 4-5 alkalommal csak ezzel foglalkoztunk. A játszótérről kikerültünk. Ez volt a szenvedélyetek is. Igen. És az elhivatottság sem hiányzott. És ráadásul remek csapat gyűlt össze. Ti az a generáció vagytok, hogy Jószerivel, aki elkezdte, az minden jutott arra a szintre, ami eleve elrendelés volt. Viszont ehhez kellettek olyanok, mint ahogy említetted, Gazdag Béla, Botos Jóska, Vaséva, Török Sanyi. Tehát ők is legendák. Mit lehetett tőlük megtanulni? Hát azt gondolom, hogy egyáltalán ennek a kultúrának a szeretetét elsősorban viselkedés. A Bécitől nagyon sokat. Tehát én például közvetlenül táncot nem tanultam a Bécitől, viszont viselkedés az nagyon sokat. Tehát, nagyon, tehát apánk volt, mondhatom azt, hogy apánk helyett volt apánk Bécsi, és nagyon sokat tanultunk tőle. Táncot Bélától, Sanyitól, és azt gondolom egyébként, hogy nem csak őtőlük, hanem még az itt lehetne jó néhány nevet említeni, mert azért az, hogy mi ott maradtunk a csoportba, és nem esetleg egy másik közösségbe mentünk át, ez annak is köszönhető, hogy nagyon jó volt a közösség itt a Fejérmegye Népi Együttesben, tehát olyanok, akik hosszú ideig tánccal foglalkoztak, és a mai napig is esetleg azzal foglalkoznak, van olyan, aki már külföldön él, de ott is népzenével, néptánccal foglalkozik, tehát egy jó kis közösség jött össze, nem csak nekünk az iskolába, ami tényleg egy legendás volt akkor, erre nagyon kevesen tudnak, hogy tényleg ilyen 12 évesen a városi, megyei különböző seregszemléket végignyertük a Dodival, és imádtuk nagyon ezeket, hanem utána bekerülve ebbe a közegbe, itt is sikeres, lendületes és nagyon jó közösségbe kerültünk. Tehát ez tartott meg bennünket szerintem itt és ebben. Nemrégiben úgy fogalmaztál, hadd legyek pontos, így aztán eleinte más utakat kerestem a táncosztam, folyamokon, fesztiválokon vettem részt, ahol lehetett, ott voltam és megpróbáltam magamat megmutatni, szó szerint beleástam magamat a szakmába. Igen. Ez sokat jelentett, hogy ilyen széles körben tájékozottál? Igen, és figyeltél? Ugyanis, tehát, hogy említetted, hogy tehetséges vagyok, hát én ebben tovább mentem, hogy azt gondoltam, hogy tényleg annyira tehetséges vagyok, hogy én szeretném ezt magasabb szinten űzni. Gondolkodtam azon, hogy a táncművészeti, illetve balettintézetbe menjek el annak idején táncolni, erre nem volt lehetőségem. Miért? 4 évente volt akkor egy osztály. Ja, értem. És lehet, hogy nem lettem volna alkalmas, tehát felvételi vizsga természetesen van, nem az ember a két személye kerül be oda, de lehetőségem sem volt akkor, hogy megpróbáljam. Én akkor mentem 8. osztályba, amikor indult történetesen egy osztály. Ma már tudom, hogy vannak különböző lehetőségek, például a keresztfiam is most lenne 8. osztályos, és ő most éppen a balettintézetbe tanul. Ugyanakkor korosztályos sztárja volt, tehát nyilván azt a sztár, ez más, tehát semmiféle pejoratív tartalma nincs, ahogy én most ebben a pillanatban mondtam. Miért nem lettél sohasem hivatásos táncos? Hiszen, amikor arról beszélünk, hogy itt a aranysarkantyú, meg annyi külön díj, a népművészeti fiúmestere, a koreográfiai díjak, a tieid, meg annyi siker a fesztiválokon, vezető táncos voltál. Próbálkoztam ezzel, mentem is el felvételizni. A legelső ilyen megmozdulásom az a Duna Művészegyütteshez volt, vagy lett volna, legalábbis, hogy elmentem, hogy szeretnék részt venni a munkába, a Duna Együttes munkájába, akkor be is kerülhettem volna, és valahogy egy héten belül kellett választanom, és hát visszakoztam eztől a lehetőségtől. Utána még volt lehetőségem elsősorban úgy, hogy felkértek 93-ban például a Budapest Táncegyüttes, ami most már Nemzeti Táncegyüttessé állt össze. A Budapest Táncegyüttes Zsuhászki Zoltán két alkalommal is megkísérett, vagy hát megkeresett azzal kapcsolatban, hogy esetleg az együttesnek a tagja legyek. Nagyon örültem neki, nagyon jó lett volna. Legelső alkalom egyébként pont azért léptem vissza, és nem választottam ezt, mert akkor a Botos Jóska megkért az együttesnek a tánckarvezetői feladatainak az ellátására. Ez egy nagy lépcső volt. Igen, igen. Tehát én jobban eléggé lokálpatrióta vagyok, és inkább itt, hol szerettem volna tevékenykedni. De aztán utána az Állami Népi Együttesnél is
dolgoztam, és majd mezőföld táncaival foglalkoztam az államnépgyűjtés tagjaival, két alkalommal és egy-egy hetet. Oda is volt lehetőségem többször is, és hát Novák Tata is kétszer-háromszor megkeresett azzal kapcsolatban, hogy esetleg a táncvétesnek a... Már pedig az rang. Tagja legyek. És dolgoztál utánpótlás csoportvezetőként. Ez azért fontos, mert amikor arról beszélünk, hogy milyen felépítmény van az Alba Regia Tánc Együttesnek, akkor fontos, hogy ti egykori táncosok idejében elkezdtétek azt a munkát, ami aztán addig vezet, hogy most is van utánpótlás és szint. Milyen tanár voltál, hiszen azért ahhoz kell némi pedagógia is? Ilyen tanár voltam. Hát nézd, remélem, hogy jó tanár voltam és vagyok, mai napig is. Próbálok közvetlen lenni a gyerekekkel megfelelően annyira, hogy elfogadjanak, de én fontosnak tartom azt, hogy én elfogadjam őket, ők is elfogadjanak engem. Tehát ez az elsődleges. A részben a példamutatás, tehát olyan szempontból, hogy a kultúra iránti elkötelezettség, ahol a rendezvényeken való részvételemmel, azt mondom, hogy mindig ott voltam, hogy példaértékű voltam a gyerekek előtt. Tehát nem kellett szégyenkeznem, értve ezt például a táncházakra, mint rendezvényekre, hogy rendszeresen beszéltem nekik erről a programról, rendszeresen ott is voltak a gyerekek a táncházakban, de én is ott voltam. Tehát nem úgy jöttek oda, hogy mondjuk velem nem is találkoztak, én csak beszéltem volna a levegőbe. Nagyon sok programra próbáltam elvinni őket, olyan helyzetekbe tenni őket, amilyenekben én is voltam, és amilyenekben jól éreztem magamat, akár egy erdélyi tábor, akár egy bármilyen magyarországi tábor, vagy fesztiválok, táncház találkozók is, hasonló rendezvényekre próbáltam őket elvinni, megmutatni nekik, hogy ezek milyenek. Ezek azt gondolom, hogy közel hoztak a gyerekekhez. Ezen kívül egyébként családi programokat is próbáltam szervezni, nem kifejezetten a szülőkkel, bár volt olyan is, hogy éppen szülőket is bevontam ilyen rendezvényre, de azért egy-egy ilyen bográcsozás vagy kirándulás is belefért a programjainkba, ami megint csak közel hozott bennünket. És azt is tudjuk, hogy az új évek és a különleges, az ünnepek különlegessége, Az mindig a te ötletgazdag koreográfiád volt, ha úgy tetszik. Tehát azok a játékos újévköszöntők vagy húsvétek, amelyek hála Istennek még ma is vannak, azok a te nevedhez fűződnek. Igen. Na most még ezek a gyerekek, ez visszatérve, mert mit is akartam velük kapcsolatban mondani, most egy kicsit kizökkentettél, meg most el is pirultam. De ezek jók. Mondasz így dicsérsz. Igen. Jó érzés ezekre így visszagondolni egyébként. Egyébként sok ügyes gyerek került ki a kezem alól, nem csak innen, másonnan is, de azt hiszem, hogy ma már ez a legfontosabb. Nekem nem is az, hogy nekem milyen céljaim sikerültek, és hogy valósultak meg ezek, mert azért sok minden azt gondolom, hogy megvalósult, és sikerem van. Bánatom is egyébként bőségesen, de amikor látom, hogy egy-egy gyerekem, táncosom hova jut, milyen szintre jut el, az nekem most már sokkal nagyobb öröm. Talán az egy kicsit bánattal övesz, hogyha elfelejtik, hogy honnan jöttek, vagy hogy honnan kezdték, de szerencsére nem kevés ilyen. Nem hagyjuk, hát a táncolkodó működik, ugye azt tegyük hozzá, hogy 10 esztendeje immáron. 25 éve most már. Igen, csak mondom, 10 esztendeje nem az Alba Regia Tánc Együttest képviseled ebben az értelemben, igen. És a táncolkodó pedig az is negyed század, és az egy jó csapat, valljuk meg. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy egyszer egy olasz túrán ott voltam veletek, és láttam, hogy igenis elhivatottak azok a táncosok is. Igen, igen, ők régi táncosaimból is kerültek be, tehát amikor mi a Kodolányi Főiskola, illetve most már egyetemnek a táncegyüttesét 10 évvel ezelőtt egy szélesebbre nyitottuk a kapukat, tehát nem csak a főiskolának a berkein belül lévő diákokkal foglalkoztunk, hanem másoknak is adtunk teret, hogy részt vegyenek egy ilyen képzésbe, illetve érdeklődtek, hogy ahol mi vagyunk, ott lehet-e velünk jönni. És akkor természetesen nyitottunk e fele. Van ma is, meg volt több olyan táncosom, akik ma az Alba Regia Tánc Együttesnél vannak, és voltak is régen is, de hozzánk is eljöttek, nem magam egyedül, hanem Tombor Beával vezettem a csoportot. Tehát részesei voltak, vagy még jelen pillanat is részesei a Tánc Együttesnek. Tehát ők eleve már gyerekkoruk óta a kezünk alatt voltak, és őket úgy neveltük, ahogy mi gondoltuk. Ővelük jó kis táncosokat faragtunk. Könnyű volt így velük dolgozni, azt gondolom, az a 25 év alatt.
No, beszéljünk egy kicsit a Nemzetközi Néptáncfesztiválról. Ez volt az a különleges lehetőség mindnyájunk számára, mármint azt mondom, hogy minden székesfehérvári és népkultúrát kedvelő számára, hogy lubickoljunk egy hétig. Reggeltől reggelig, ha úgy tetszik, vagy hajnalig. No, ez mit jelent számodra? Hiszen a kellős közepén voltál mindig. Igen, hát ma már kevesebbet, mint az első pillanatban. Tehát az első fesztiválokon még a szervezésben is vastagon részt vettünk. A táncegyütteseinket, a utánapótlás csoportjainkat is mozgattuk, és próbáltuk belevinni az egész fesztiválnak a hangulatába és vérkeringésébe. Tehát ez teljesen más volt akkor. Ma nekem már igazából ilyen félig-meddig külső szemmel nézem, nem annyira veszek részt, illetve részt veszek, mert azért a gasztronómiai részébe igen, mert hogy a vendéglátásba azért besegítünk barátaimmal, és így a fesztiválban megmaradtunk, de egyébként fesztiválban már így nem. Jó hangulatú fesztiválok voltak régen, azt gondolom. Ehhez kellett az a közösség, akik voltunk. Ma nem tudom, milyen a közösség, hiszen nem vagyok tagja, de látva a fiatalokat, hogy mennyire tudnak egy-egy dolognak örülni, gondolom, ma is hasonló. Én már más értékekkel nézem, más szemmel nézem, mint ami annak idején volt. Úgyhogy nekem ma már a fesztivál az nem olyan, mint régen. Tíz esztendeje Imáron Szabadművelődés házában dolgozol, kulturális szervezőként. Én egyébként pont most írtam egy olyan szöveget az elmúlt esztendő, vagy az elmúlt hétvégén a görög táncászhoz, hogy Hánkakas öcsi nagyon tud valamit. Ezt azért írtam le így az elején, és el is mondtam az anyagban, mert hogy a legnagyobb meglepetésemre, tehát abban az értelemben semmit nem változtál, hogy oda teszed magad 100%-ig. A másik pedig, hogy olyan meggyőző erővel bírsz, hogy ezen a görög táncházon például nem fértek be ugye a kis híján, amit Gábor Feriék csinálták, aki barátod, és azt hiszem meg is érdemli a bizalmat. Tehát változott az életed, de ugyanolyan hévvel csinálsz mindent, és szakmai hozzáértéssel. Igen, hát ugye én itt élek Fehérváron, itt próbálok tevékenykedni. Az, hogy most egy másik intézményben vagyok, nem a táncházban, ez ugye azt nem jelenti, hogy mással kell foglalkoznom. Inkább én azt próbáltam itt ebben az intézményben, hogy hogyan tudom azt a dolgot, amihez én értek, és esetleg ami kevésbé van az intézményben, vagy egyáltalán nem ott az intézményben, azt hogy tudom én behozni ide. A görög táncház is így került be ebbe a képbe. Egyébként ettől függetlenül ugye magyar táncházakat is a Tilinkóval évek óta, most már ötödik éve már bizonyára, de talán hat éve is már havi rendszerességgel tartunk, ami most már inkább ilyen folkestekké ment el. De ugye nekem a gondolatom az, hogy nem csak a magyar táncok, hanem nemzetiségeink is, amit ugye elmondtam már beszélgetésekben, ugye a nemzetiségek is hozzátartoznak a kultúránkhoz. És én nekem annak idején volt részem abban, hogy ilyen nemzetiségű kultúrából kaptam egy kicsit, és azt gondolom, hogy más is kell, hogy kapjon ebből. És hát látva, hogy a görög táncházban milyen szinte százával jönnek, van létjogosultsága, úgy gondolom. És annak egyébként külön örülök, hogy ma már Fehérváron minden héten el lehet menni egy valamiféle táncházba vagy népzenés programra. No, búcsúzzunk úgy, hogy elmondod, hogy ez micsoda, amit én mondok. Elé, hátrafelé, nem így járják nálunk felé. Sirítsd meg, fordítsd meg, elé-felé indítsd meg. Mit akarsz, hogy ez milyen tánc? Arra vagy kíváncsi? Ez egy módvai kezes, igazából kecskés tánc. Ez egy gyakorlatilag egy ilyen új évköszöntő szokás, ez most ugye nem is olyan messze van. Uráláshoz tartozik, vagy egyáltalán ez a kecskemaszkos alakoskodó tánchoz tartozik, ott van ez a... Csak kíváncsi voltam, tehát most is ugyanúgy otthon vagy 100%-ig. Egyébként ez Nyisztor Ilonáék pusztinai egyik éneke és táncának részlete volt. Hát mit kívánjak neked? Eleve bizonyos vagyok abban, hogy fogunk találkozni még számtalanszor, hiszen ez az esztendő a 70 éves születésnap jegyében telik el. Hát fogunk egy párszor találkozni. Nem tudom, ez a 70 éves, hogy hogyan fog majd, de én megpróbálok maximálisan részt venni az együttesnek a 70 éves évfordulójára, megpróbálom oda tenni magamat ugyanúgy, ahogy még fiatalként tettem. Majd meglátjuk. Ámen, történjék így.
Köszönöm, hogy megtiszteltél. Köszönöm szépen én is. Kedves nézőink, Hánkakas István volt a vendégem, az Alba Régér Tánc Együttes egykori legendás táncosa, abban a sorozatban, amelyben az Alba Régér Tánc Együttes 70 évéről beszélgetünk adásról adásra. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót mindnyájuknak. Viszontlátásra!